én biztos vagyok benne, hogy itt iszonyú későn kezdtek el bármit is tenni. Belica Bea, 90 éves édesanyja, a Pesti úti idősek otthona lakója. Még március végén betegedett meg, jóval azelőtt, hogy a főpolgármester április 3-án bejelentette, több koronavírusos találtak az otthonban. Az idős nőnek tesztet is ígértek, orvos viszont nem látta. Végül egy hét után került kórházba, ott derült ki, hogy tüdőgyulladása van, és ő is elkapta a vírust. Ez nem lehet jó. Tehát ha teszt idő volt, akkor meg kellett volna azonnal csinálni mindent. Ha nem volt orvos, az nagyon nagy hiba. És erre mindenki azt mondja, hogy minden rendesen működött. És most már több mint egy hete küzdök ezzel, hogy valaki hallja már meg, hogy de volt. Müller Cecília országos tisztifőorvos csütörtökön személyesen ellenőrizte a Pesti úti idősek otthonát. Előző nap azt mondta, ő időben megtett minden szükséges lépést. Az otthonban szombaton újabb járványügyi ellenőrzést tartottak. A jegyzőkönyvben az áll, hogy jogsértést nem tártak fel. Az is kiderül belőle, hogy az igazgató április 6-án írásban jelezte az önkormányzatnak, az operatív törzsnek és a kormányhivatalnak is, hogy se orvosuk, se védőfelszerelésük nincs. Csak hogy az első megbetegedések napokkal korábban voltak. A fővárosi önkormányzat azt állítja, az igazgató már korábban is kért segítséget, és ők segítettek is. Az intézmény vezetője folyamatosan jelezte, így a főváros már március közepétől folyamatosan szerzi be ezeket a védőeszközöket. A Pesti úti idősek otthonába is rendszeresen szállítottunk ki védőeszközöket, maszkokat, gumikesztyűket, fertőtlenítőszereket, kézi és felületfertőtlenítőszereket. A főváros honlapjára egy fotót is posztoltak, amelyen egy fővárosi idős otthon ápolói az önkormányzattól kapott védőfelszerelésben fényképezkedtek április 8-án. Kerestük az intézmény vezetőjét is, hogy megkérdezzük, mikor és kinek jelezte a problémákat, de ő nem akart nyilatkozni. Az operatív törzs szerint a védőfelszerelések és az orvosi ellátás biztosítása a főváros dolga lett volna, de amikor ők április 6-án értesültek a helyzetről, azonnal intézkedtek. A főpolgármester ugyanakkor azt mondta, korábban többször is kért védőfelszerelést a kormánytól és az operatív törzstől, mert nem volt elég belőlük. Ahogy azt is folyamatosan kérték, hogy teszteljék az idős otthon lakóit, végül az önkormányzat a saját pénzén kezdett tesztelni.